Újra bizalmat szavazott Matolcsy György egy bankelnöknek az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának kormánypárti többsége. Most már az országgyűlésen múlik, hogy megszavazzák-e újabb 6 évre a jegybank élére. Bizottsági meghallgatásán Matolcsy elmondta, szerinte Magyarországon volt a legsikeresebb a válságkezelés Európában. Majd hozzátette azt is, az elmúlt 100 évben sem volt olyan helyzetben a magyar gazdaság, mint amilyenbe az elmúlt 6-9 évben került. A parlamenti testület azután hallgatta meg az MNB elnökét, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a jegybank jelenlegi elnökének újbóli kinevezését javasolta a köztársasági elnöknek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azonnal beszélgetünk erről a témáról is, de akkor nézzük ezt a legfrissebbet, mert hogy már megszerezték az internetes portálok ezt a bizonyos levelét Orbán Viktornak. Ugye ezt Kovács Zoltán tegnap jelentette be, hogy az Európai Bizottság egyébként viszonylag hosszasabb és tételesen cáfoló levelére Orbán Viktor is majd cáfolni fog. Hát itt, ahogy nézzük ezt a levelet, ebben ilyen részletes pontokba szedett cáfolatot nem látunk. Tulajdonképpen kijelentő mondatok szerepelnek benne, az, amit már idéztem is, Brüsszel nem tolta az elmúlt évek borzalmas terrortámadásaiból, még több bevándorlót akar betelepíteni. Mi idézek még egy mondatot, mi magyarok úgy döntöttünk, nem akarjuk, hogy hazánk bevándorló ország legyen. Pontosan ugyanaz a kommunikáció, mint amit eddig folytatott a Fidesz, és mint ami egyébként itthon nagyon hatásos. Mit tudnak ezzel önök tenni, megint ezzel az újabb levéllel? Hát az látszik, hogy Orbán Viktor továbbra sem olyan levelet küld a magyar lakosságnak, ami a tényleges problémákat elemezni. Néhány dolgot beszélhetünk az egészségügyről, de talán a tegnapi egyik számomra a legfontosabb hír, hogy ugyebár megvan a 2018-as adat, hogy hányan haltak meg és hányan születtek Magyarországon, pontosan a családvédelmi akciótervre lehet reagálni Orbán Viktornak, hogy újra 90 ezer alá került a élve születések száma. Magyarországon 2011-ben volt 88 ezer, ami az egyik legsúlyosabb adat az elmúlt 70 évben, de ez is a harmadik legrosszabb, hogyha az elmúlt 70 évet nézzük, és újra növekedett a halálozási szám Magyarországon, szóval drasztikusan csökken a magyar lakosságnak a száma. Ehhez hozzátehetjük, hogy nem csak a halálozás és a csökkenő élve születés szám miatt, hanem az elvándorlás miatt is. És látjuk, hogy Orbán Viktor továbbra is azt a gyűlöletpolitikát folytatja, ugyanúgy, mint 2015 óta, amit elkezdtek kommunikálni, hogy a magyar embereknek csak a bevándorlástól kell félni, a migrációtól. És nagyon érdekes az a kommunikáció, amit folytat továbbra is Orbán Viktor és kormánya, hogy nem az Európai Uniót ostorozza, hanem magát, Brüsszelnek maga a településnek a nevét használja folyamatosan. Igen, de most itt, ahogy megnézzük ezt a levelet, tényleg pontosan ugyanaz történik, mint eddig. Nem igazán tudott most ön sem válaszolni arra, hogy az ellenzék ezzel mit tud kezdeni, mert az Unió és egyébként ilyen értelemben valóban igaza van Orbán Viktornak, a brüsszeli bürokraták nem értik ezt a nyelvezetet. Tehát ők például a magyar polgárokat nem tudják megszólítani, hiába tételes a cáfolatuk, az egész egyszerűen nem fog eljutni a magyar emberekig. Azért szerintem nem is a feladat a Brüsszelnek, hogy úgymond az összmagyar lakosságot megszólítsa. Nincs persze, is hozzá ez az önök eszköze, feladata lenne, nincs de is hozzá eszköze, azért ezt valljuk be, ez a magyar politikusoknak a feladata, igen, hogy megszólítsa. Hozzáteszem, hogy már ez is egy előrelépés, hogy egyáltalán brüsszeli politikusok foglalkoznak most már ezzel a problémával, azzal a gyűlöletpolitikával, amit Orbán Viktor alkalmazott az elmúlt 4-5 évben. Igen, nagyon nehéz lesz erre válaszolni, mert tudjuk nagyon jó, hogy mennyire mélyen beégett az emberek tudatába. Látjuk, hogy a közmédián keresztül, az összes fideszes megyei lapokon keresztül ömlik az emberekre ez a fajta kommunikáció, sőt, ha mondhatjuk, hogy nem csak a lapokon keresztül, hanem ha bemegy az ember közintézményekben, azt látja egy okmányirodában, hogy televízió ki van téve minden folyosón, és nyomatják folyamatosan ezt a gyűlöletpolitikát, nagyon nehéz lesz, de én azt gondolom, hogy nekünk meg tényleg azokkal a problémákkal kell szembesíteni a magyar lakosságot, amit lehet, hogy nem is kell szembesíteni, mert ők érzékelik a legjobban. És arról kell beszélnünk, amúgy meg, hogy mi minden jót kaphattunk Európától, és újra elő kell szedni. A programunknak a címe a Haza szeretett Európa, azért ne felejtsük el, hogy miről szól nekünk Európa, miről szól az európai közösség, mit szeretünk mi Európába, és szerintem ez is nagyon fontos. Ezzel lehet tompítani Orbán Viktornak ezt a gyűlöletpolitikáját. Hogy legyen még rá időt, térjünk át a tegnapi bizottsági meghallgatására.
makrogazdasági adatokat, ha nézzük, azok valóban jónak tűnnek. Tehát amikor tényleg dicshimnusz zenget Matolcsy György, akkor ezen adatokat nézve ennek azért van alapja. Mi az, amiért az ellenzék mégis kritizálja azt, hogy Matolcsy György legyen a következő jegybankelnök is? Egy nagyon érdekes gazdasági bizottsági ülésen voltunk, mondhatnám azt, hogy elnök úr jó formában volt és vicces kedvében, amikor a meghallgatás zajlott majdnem 2 órán keresztül. Azt azért látjuk, hogy folyamatosan, ugyebár egy pár hónappal ezelőtt volt konkrét meghallgatása elnök úrnak a gazdasági bizottsági ülésen, azt látjuk, hogy folyamatosan 2010-ig megyünk vissza, ezzel is kezdte elnök úr, mivel, hogy milyen rossz állapotban vették át az országot, azért azt nem mondtam el a gazdasági bizottsági ülésen, hogy az euró árfolyama, amikor átvették a kormányzást Orbán Viktorék, akkor 265 forint körül mozgott. Bocsánat. Most 320 forintról beszélünk eladási áron, pont megnéztem tegnap, 311 forint körül a vételi ár, az eladási ár meg 320 forint. Az elmúlt 9 évben nem nagyon ment az árfolyam 300 forint alá, sőt a múlt évben, amikor a költségvetést tárgyaltuk. Negatív rekordot döntött így akkor, van, igen. Heteken keresztül arról beszéltünk a parlamentből, hogy nem hajlandó megszólalni se Varga Mihály, se Matolcsy György ebben a nagyon necces helyzetben. Persze szerencséjük volt, mert nem folytatódott tovább, de ha jól emlékszem, akkor nagyon sokáig 330 forint fölött volt az euró árfolyama, és tényleg úgy nézett ki, hogy nem lehet elfogadni azt a költségvetést, amit beterjesztettek. Jó, de aztán egyébként olyan krízis helyzet nem lett belőle. Visszatérve arra, hogy mindig 2010-ig megy vissza. Igen, én, ha jól igen. olvastam az összefoglalókat egyébként, 3 nagyon sikeres gazdasági korszakot említett Magyarország életében, és a jelenlegi helyzetre vonatkozóan nem is 2010-től kezdőd el, hanem 2013 és 2019, csak és kizárólag, amikor ő volt a jegybankelnök. Tehát a saját Fidesz kormányzat első 3 évére sem mondja, hogy mennyire jó volt, mert akkor nem ő volt még. Nem, csak a 6 évről beszél, és amit mi kifogásoltunk, hogy ugyebár nem volt szó a gazdasági bizottsági ülésen az ő részéről, a devizahitelesekről, nem nagyon akart beszélni a 3000 milliárd forint magánnyugdíjpénztári megtakarításnak a úgymond átcsoportosításáról, de beszélhetnénk arról is, hogy hogyan lopták el. Erre érdekes volt, mert amikor feltettem én is a kérdést, hogy hogyan fordulhatott az elő, hogy a 3000 milliárd forint megtakarítást elvették, és azt kommunikálta a kormány, hogy majd a számlánkon annak a több mint 1 millió embernek majd meg fog jelenni, majd megcsinálják azt a rendszert, látjuk, hogy azóta sem valósult meg, sőt már nem is hajlandóak róla beszélni. Akkor azt mondta Matolcsy György, hogy igen, akkor nagyon jól jött a kormánynak már államadóság kezelésben. Ezt a 3000 milliárd forintot ezt tudták használni. De ez egyébként egy, ha megnézzük, félig meddig azért egy beismerő mondat. Tehát igen, ők ezt annó nem kommunikálták, hogy, igen, ezért volt hogy nagyon a érdekes. Költségvetés miatt van erre szükség, hanem azt kommunikálták, hogy azért, hogy megvédjék az emberek. Igen, kérdék. És tegnap volt még utána még egy fél mondat, amikor visszatért a 3000 milliárd forintra, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nem kötelessége ezt bírálni, hogy a kormány ezt alkalmazza, vagy nem alkalmazza. Lényegében ő is finoman egy bírálatot fogalmazott meg. Ami nekem érdekes volt, azért zajlik, és ma is hír, hogy a iskolákban kb. 200 ezer diák kap a Magyar Nemzeti Bank által egy olyan ismertetést, hogy hogyan kell a pénzügyekben jól gazdálkodni, hogyan kell megtakarítani, és azért Matolcsy Györgynek a vagyonnyilatkozatát megnézve, és egy másik képviselőtársam is feltette ezt a kérdést, hogy 2010 után keményen bírálták a 2 millió forint feletti állami vezetői fizetéseket, most azért 5 millió forintra emelkedett Matolcsy Györgynek is már évek óta a fizetése, plusz van egy másodállása, amiért 714 ezer forintot kap. Nem ez a legnagyobb probléma, hanem megnézzük, mint a Magyar Nemzeti Bank elnöket, nincs megtakarítása. És pontosan a Magyar Nemzeti Bank elnöke... Szerintem ebből levonni következtetéseket nemzetgazdaságra vonatkozóan ezt de azért lehet, hogyha kijelentik, és azért folyamatosan kommunikálják, hogy mennyire fontos az öngondoskodás, és ezt tegnap meg is kérdeztem tőle, és szerintem is nagyon fontos az öngondoskodás, meg a gyerekeket tudatos pénzügyi nevelésre oktatni, akkor nagyon furcsa, hogy pont az a Nemzeti Banknak az elnöke, azt látjuk a vagyonnyilatkozatában, és ezért szoktuk mondani, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert át kellene alakítani, mert így, ahogy most van, ez nem jó. Na, ez viszont egy messzire vezető téma. Nagyon fontos eszköz lehetne, hogy ténylegesen kiderüljön, hogy a politikusok honnan szerzik a vagyonokat, és azért szerintem el fog az idő jönni, amikor ez egy nagyon fontos téma lesz. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és elmondta a véleményét. Köszönöm.